Sziasztok, üdv mindenkinek, itt egy Robi, ez pedig egy újabb Motorola blog videó. Mai videóban a Motorola T82-es rádiót fogom kicsomagolni, és megnézzük, hogy mit kapunk a dobozkában, meg némi nem gyors alap funkciókat is átnézünk. Ami látjátok, a rádiónak egy ilyen bulk csomagolása van, némi műanyag, és maga a papír, a dobozon alap esetben fel van tüntetve minden fő frontos információ, látjuk, hogy a PMR446 szabadon használható frekvenciákat használja, IPX2-es védelemmel ellátott maga a készülék, tehát cseppálló, van klónozási funkciónk is, tehát tudjuk párosítani vezeték nélkül a rádiókat, rejtett kijelző, van, leblá, van zseblámpánk, és ugye 16 csatornát tudja a 121-es zajzár kóddal, és ugye 10 kilométeres hatótávolság jó körülmények között. Jó, akkor nézzük meg, hogy mit kaptunk. Első körben kaptunk egy használati utasítást, egy darab műanyag Borító elemet, ezt levesszük, ugye kaptunk egy darab készüléket, kaptunk kettő darab övcsatot, és kaptunk még egy darab készüléket, hát van egy pár rádiónk, van az európai szabványú dual micro USB-s töltőnk, és kaptunk két akkumulátort, ugye AA méretű akkumulátor gyári motorola pakkal működnek a rádiók, mindegyik 800 mAh akkumulátor, ebből most én egyet be fogok itt üzemelni, mondjuk rakjuk bele ebbe, és nézzük meg az alap funkciókat, hogy miket tud a rádió, levesszük a hátlapot, és belepattintjuk az akkumulátort, ha először rakjátok össze a készülékeket, érdemes egy töltést adni majd a rádiónak, legyen mindig feltöltve a készülék. De nézzük gyorsan, hogy mik a fő funkciói. Amúgy a funkciókat megtaláljátok a Motorola Shop nak az oldalán is, a készülék típus jelzésénél. Hangerőszabályzóval tudjuk bekapcsolni magát a rádiót, ugye ez egy analóg is, hangerőszabályzó, bekapcsoltuk, látjuk a rejtett kijelzőt, funkciógombok, készüléknek a bal oldalán van a nagy PTT gomb, van egy LED lámpa, gombunk, tehát mind egy zseblámpa, tudjuk használni a rádiót, vezeték nélküli klónozási funkciónk van, de ezt is bemutattam már, hogy hogy működik, ezt majd itt fönt kilinkelem, van egy vészhívó gombunk, ami a többi rádiót tudja riasztani, hogyha azonos frekvencián vannak, és ugye van egy micro USB töltő csatlakozónk, amivel pedig tudjuk tölteni magát a rádiót, az eredeti akkumulátor pakkot. Hava életlenül alkálelmet raknátok bele, az nem fog töltődni, de ne is dugjátok akkor töltőre. Plusz ugye tudjuk dokkolóba is rakni a rádiót, ezt külön lehet megvenni hozzá. És ugye van csatunk úgyhogy... Övcsattal fel van szerelve maga a készülék. Főbb funkciók: ugye a menügombunk, van egy billentyűzárgombunk, a menübe közlekedő le-fel lefelgombunk, ami egyben a hangerő gomb is, van a monitor funkciónk, zajzár, és van egy csengő gombunk. Ugye a menügomb egyszerű megnyomásával e, e, tudjuk változtatni a például a főcsatornát, a zajzárkódot, a csengést tudjuk kibekapcsolni. Az Ivox funkciót tudjuk használni, még ugye ez hang nélküli beszédindítás, tudunk duál figyelést is csinálni egyszerre, két frekvenciát tudunk figyelni, van rezgőmódunk, és van billentyű hangunk, és van Roger bippünk is. Tehát mindenféle fontos és jól használható lehetőséggel fel van szerelve a Motorola T82-es rádió. Ennyi lett volna a dobozbontás és az alap tulajdonságok. Én voltam egy Robi, ez pedig volt egy Motorola blog videó. Sziasztok! Az új tartalmakért iratkozz föl a YouTube csatornánkra, de kattints be a csengőt is, hogy kapj jelzést a friss tartalmakról, vagy keresd meg minket a Facebookon, és nyomj egy lájkot, like kedvelést, hogy tudj ott is követni minket. Amúgy meg barangolja webshopban, nézz körül, de bármi kérdésed van, Hívhatsz is minket, és segítünk.